Ich begrüße unsere liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie sehen die Sendung des Ungarn-Deutschen Magazin. Bleiben Sie mit uns. Schicksale, Lebensgeschichten, Ungarn-Deutsche in der Waffen-SS. Frenetische Atmosphäre auf dem Hauptplatz von Mohács. Ein schwäbischer Straßenball wurde von der deutschen Selbstverwaltung veranstaltet. Nationalitäten-Angelwettbewerb im Pogan. Es wurde Otto Heineck gedacht. Nationalitäten-Tanzcamp und kulturelle Programme in Bonhard. Im Zweiten Weltkrieg dienten etwa 120.000 Ungarndeutsche in der Waffen-SS. Ein Teil von ihnen meldete sich freiwillig, andere wurden zwangsrekrutiert. Dr. Beate Markusch, Oberassistentin der Universität Fünfkirchen, forscht seit 2 Jahren dieses als weiße Fleck geltende Gebiet der Geschichte. In einer früheren Sendung gab sie einen allgemeinen historischen Überblick. Jetzt haben wir sie darum gebeten, einige Lebensgeschichten zu erzählen, die bei der ehrlichen Auseinandersetzung mit der Vergangenheit helfen können. Was macht man, wenn man sich alte Familienfotos ansieht und dabei auf das Bild eines SS-Soldaten stößt? Erstmal war Beata Markusch verblüfft, dann ist sie neugierig geworden. Warum traten sie bei? Wo dienten sie? Was geschah mit ihnen während des Krieges? Sie findet wichtig, nicht nur ein genaues historisches Bild zu malen, sondern auch Schicksale und Lebensgeschichten vorzustellen, die dieses Kapitel der Geschichte menschlicher und verständlicher machen. Also ich denke, in vielen Familien ist die Interesse schon da. Also sie möchten selber darüber erzählen oder sie haben Fragen, die sie wollen eigentlich mehr wissen. Manchmal aber einfach durch reinen Zufall. Also eine erste Geschichte ist eigentlich die von meiner Familie, die Familie Gungel aus Mecseknádasd. So, ich habe nicht gewusst, dass wir einen SS-Soldaten in unserer Familie haben. Wir haben einfach einmal mit meiner Oma alte Familienfotos angeschaut und dort habe ich ein Soldatenfoto gefunden mit Waffen-SS-Abzeichen. Und da habe ich schon mehrere Fragen gestellt, die eigentlich von meiner Oma nicht so wirklich beantwortet wurden. Erst in einer Online-Datenbank vom Volksbund Deutscher Kriegsfürsorge habe ich mehr Infos dazu gefunden, dass der Onkel meiner Großmutter mütterlicherseits Freiwillige in der Waffen-SS war. Er war in der Waffen-SS-Division Götz von Berlichingen, der in der Normandie eingesetzt wurde. Also er starb in Frankreich bei dieser D-Day 1944. Aber mehr über sein Schicksal konnte ich bis heute nicht erfahren. Beata Markusch hat es nicht leicht. Es ist immer schwerer, ungarndeutsche Familien zu finden, deren Familienmitglieder in der Waffen-SS dienten. Manchmal gelingt es ihr, durch einen Zufall auf eine Geschichte zu stoßen. Eine andere Geschichte war, dass ich einfach einen Roman zum Thema gefunden habe von einer kanadischen Schriftstellerin, Roxy Harms. Also ein ganz, sagen wir so, ein Zufall. Sie hat während einer Urlaubsreise in Costa Rica mit einem älteren Geschäftsmann getroffen, mit Adam Baumann, der gebürtig aus Elek, also aus Ostungarn stammte und der war auch Freiwilliger in der Waffen-SS. So, er war damals noch sehr jung, als 1944 er freiwillig in die Waffen-SS meldete, einfach aus Abenteuerlust. Er wollte nicht so Bauern sein wie alle in seiner Gemeinde, er wollte etwas mehr, er wollte einfach die Welt sehen, reisen und naja, damals bat eigentlich diese soldatische Karriere diese Möglichkeit. Und ja, seine Lebensgeschichte wurde dann in einem Roman von dieser kanadischen Schriftstellerin aufgearbeitet, aufgrund sehr vieler Interviews, die diese Dame mit ihm geführt hat. Und es war auch ein eigenartiger Lebensweg. Also nach dem Krieg war er in sowjetischer Kriegsgefangenschaft, er wurde dann aber Ungarn überliefert. Danach wurde die Familie nach Deutschland vertrieben und wieder aus Abenteuerlust hat er dann emigriert in die USA und später nach Kanada.
Dann wieder eine andere Geschichte ist das von Johann Gassner aus Battersee, der wahrscheinlich auch freiwillig in der Waffen-SS war. Seine Geschichte habe ich so kennengelernt, dass ich eigentlich einen Hinweis bekommen habe, dass in Battersee jemand ein Tagebuch über die Waffen-SS hat, von einem Soldaten, der auch während des Krieges ums Leben kam. Und ich hatte die Ehre, auch so eine Kopie von diesem Tagebuch zu bekommen. Also das ist Handschrift, sehr schwer zu lesen, aber auch trotzdem sehr interessant. Also das Tagebuch beginnt mit dem Satz: Gleich am ersten Tag Strafe bekommen. Es gefällt mir gar nicht hier. So, er war fast immer traurig. Er berichtet sehr oft darüber, dass er enttäuscht war von den ganzen Bedingungen, wegen dieser ganzen harten Disziplin in der Waffen-SS, dass sie wegen alles bestraft wurden. Das sogar sehr, sehr streng. Und sein anderes Problem, was ein bisschen auch die menschliche Seite dieser Geschichte einleuchtet oder einblendet, dass er wahrscheinlich frisch verliebt war, als er einberufen wurde. Er schreibt sehr viel über eine junge Dame, die sie sehr vermisste. Das ist natürlich auch sehr traurig, besonders wenn man weiß, dass dieser junge Mann den Krieg gar nicht überlebte. Er fiel entweder 1944 oder 1945. Wir wissen es gar nicht wo. Natürlich, damit endet auch sein Tagebuch. Beata Markus hat in letzter Zeit sowohl in Ungarn als auch im Ausland mehrere Vorträge über ihr Forschungsthema gehalten. Es scheint so, dass die Zeit gekommen ist, wo man schon über diese heikle Frage sprechen darf. In unserer Sendung nächste Woche setzen wir das Gespräch mit ihr über die persönlichen Geschichten fort. Ein schwäbischer Straßenball von frenetischer Stimmung wurde am 1. Juli in Mohács veranstaltet. Dieses Ereignis ist nach dem Donauländischen Fischfestival die zweitpopulärste Veranstaltung der örtlichen deutschen Selbstverwaltung. Zum Tanz spielte das Wemmen der Sextett auf. A mohácsi német önkormányzat 2015-ben rendezett először táncházat a Kossuth Lajos utcai német házban. Majd később az ifjúsági centrumba költözött a rendezvény, mostanra pedig már a Városháza előtti utcavállán nőtte ki magát az esemény. Idén az eredetileg júniusra tervezett Schwab programot július 1-én tudták megtartani. Ez idejében ez a második nekifutás, de most úgy néz ki, hogy ez sikerrel fog járni. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy ez az utcabáli produkció rendezvény, ez a második legnépszerűbb rendezvény a mohácsi német önkormányzatnak a látogatottság tekintetében mindenképpen, ugyanis ide jönnek a második legtöbben el a Halfesztivál után. Hát ugye 3 héttel ezelőtt akkor megpróbáltuk, akkor sajnos az eső elmosta, de most nem fogja, úgyhogy semmi nem akadályozza meg ezt a rendezvényt reményeink szerint, és tényleg sok embert várunk ide a mai estén. A programunk az gyakorlatilag egy szabadtéri Schwab utcabál, a Sextett zenekar közreműködésével. Én azt hiszem, hogy ez mindenképpen egy nagy érdeklődésre számon tartott esemény, tehát nagyon sokan jönnek Mohácsról, illetve a környező településekről is egy-egy ilyen rendezvényre. Az utóbbi időben azt tapasztalom, hogy egyre jobban tartják a hagyományokat. Sajnos a Covid-járvány egy kicsit közbeszólt ebbe a történetbe, mert azt lehetett megállapítani tényleg, hogy felfelő, ívelő pályát ír le szinte mindegyik nemzetiség itt Mohácson. Ez egy kicsit átmenetileg megszakadt, de reméljük, hogy folytatódni fog a jövőben. A Sextett zenekart 1991-ben alapították a Baranya megyei Véménden, mely mára már Dél-Magyarország elismert és sikeres együttesévé vált. Az ország egész területén, sőt külföldön is rendszeresen fellépnek. Mivel a zenekar tagjai a magyarországi németséghez tartoznak, fontos számukra, hogy részt vállaljanak a hazai németség zenei kultúrájának ápolásában. Ezt tükrözi repertoárjuk is. A zenekar neve az, hogy Sextett zenekar.
zenekar, Véméndriek vagyunk, Véméndre jöttünk. Igaz, hogy most már néhányan nem Véménden lakunk, én például Palotabozsakon, van aki Pécsen, illetve Sásdon, hatan vagyunk. Főként német népzenét játszunk, de természetesen minden mást is, úgyhogy teljesen változatos a repertoár. A Covid ideje nagyon, nagyon rossz volt, nagyon megsínlette a zenekar lelkileg, ugyanis hát másfél évig körülbelül nem játszhattunk, és teljesen bizonytalan volt, hogy mikor lehet újraindulni. Aztán nagyon, nagyon örültünk annak, amikor újraindult a szezon, és viszont most meg összetorlódott minden, tehát minden péntek, szombat ebből kifolyólag tele van. Ugye ennek most örülni lehet, de nagyon sok munkát is jelent. Itt Mohácson, hála Istennek, van egy olyan mag, akit ez érdekel, fiatalok, de sajnos azt látom országszerte, hogy maga a tánczene, és itt nem kifejezetten a sváb zenére gondolok, maga a tánczene az kihaló félben van, úgyhogy ez ellen kéne tenni valamit. Mi igyekszünk. Ma kifejezetten sváb lesz, úgyhogy ez volt a rendezőség kérése, de természetesen néhány magyar szám is, sláger, illetve csárdás esetleg elő fog fordulni az este folyamán. A mohácsi németség életében meghatározó szerepet játszik a Duna közelsége. A mohácsi német önkormányzat egyik legnagyobb rendezvénye a júliusi Dunamenti Hal Fesztivál. A gasztrokulturális fesztivál célja a halételek sokszínűségének bemutatása. Idején negyedik alkalommal tudjuk megtartani a Dunamenti Hal Fesztivált, ugye két év kényszerű kimaradást követően, de annál nagyobb lelkesedéssel fogjuk az idei évi halfesztivált megtartani. A július 16-án, mint ahogy elhangzott, a rendezvény a gasztronómia és a kultúra jegyében kerül megtartásra, ugye a gasztronómiát a halételek adják, a baráti társaságok jelentkezését várjuk egy jó főzésre, illetve aki késztetést érez magában, az meg is mérettetheti magát, ugyanis szakmai zsűri fog rendelkezésre állni ennek a segítségére. Aztán, aki esetleg nem szeretne főzni, de mégis enne egy új halételt, őre is gondoltunk, ugyanis egy halpont fog működni itt a halfesztivál idején, ahol kiváló mohácsi halászlét, harcsapörköltet, illetve sült halakat lehet majd vásárolni. Aztán ugye a rendezvény másik apropója az a sváb kultúra. Lesz egy sváb utcánk, ahol sváb népművészeti bemutatók, mesterségek, hagyományok, népviseletek kerülnek bemutatásra, illetve a két színpadon is sváb kulturális műsorokkal készülünk. A legnagyobb produkciónk, úgymond, az az esti koncert lesz. A Die Meyerhofner zenekar, ők az ausztriai Tirol tartományból, a Zillertálból érkeznek egyenesen ide hozzánk Mohácsra, és őket követi majd az Unterrock zenekar egy fergetegesnek ígérkező utcavállal. Ein deutscher Nationalitätenangelwettbewerb wurde in Pogán angehalten, der seit einigen Jahren im Gedenken an den ehemaligen Vorsitzenden der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen Otto Heineck organisiert wird. Aus dem 19 Teilnehmer hatte das Team aus Internatbewohnern des Valeria Koch Bildungszentrums das jüngste Durchschnittsalter. A Baranya megyei Pogányban három nemzetiség, magyar, horvát és német él együtt. A helyi svábság mindig is összetartó közösség volt, őrzik hagyományaikat. A Pogányi Német Nemzetiségi Önkormányzat 1998-ban alakult, és azóta tevékenykedik a helyi németségért és szervez programokat. A német nemzetiségi horgászversenyt Heineck Ottó, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának egykori elnöke emlékére rendezik. 2014 meghirdettük első ízben ezt a versenyt. Heineck Ottó, a Magyarországi Német Önkormányzat elnöke volt az első ember, aki jelentkezett erre a versenyre. Aztán, amikor a sors úgy hozta, hogy már nem jöhetett közénk, akkor úgy döntöttünk, hogy itt a Pogányi Német Önkormányzattal, hogy itt lesz köztünk mindig ezáltal, hogy őróla nevezzük el a versenyt. Létszámos pillanatnyilag stagnált, ahogy 19 csapat volt, jelenleg is annyian jöttek el. Népszerű a verseny, már szerintem tavasszal kezdenek telefonálgatni, mikorra tervezzük a jövő évi versenynek az időpontját. Jó fogások vannak ma, úgyhogy sokan fognak hazamenni jó élményekkel. Van, aki hetente 4-5 is horgászik, van, aki nagyharra horgászik, van, aki apróharra. Hát most itt a módszert, technikát ki a maga módján választja meg. Nagyon szép 10 kg fölötti halakat is fogtak
sok apró halat is fogta, hogy jó eredménnyel fogjuk zárni ezt a mai versenyt, úgy érzem. Ez a 9. verseny, jövőre lesz a 10. német nemzetiségi horgászverseny, de egyben az 5. helynek ott emlékverseny, úgyhogy jövőre már ilyen kis jubileum lesz, úgyhogy reméljük, hogy az is jó fog sikerülni. Az Egyesület a Magyarországi Német Gyerekekért, azaz a VUK különféle programokat szervez német nemzetiségű gyerekek számára. Ők is képviseltették magukat a horgászversenyen. Nem is tudom, hogy hányadik alkalommal, ez a 9. horgászverseny. Az elsőkön nem voltunk, de utána igazából évről évre részt veszünk. Két nagy amúgy sikerült fognunk, 12 kiló kerülieket, mellette van egy pár keszeg, meg pár ponty. Voltunk már korábbi években egyszer harmadikok, tavaly akkor pont lecsúsztunk a dobogóról, akkor negyedik helyezést értünk el, és aztán idén meg reménykedünk, hogy felférünk a dobogóra. Próbálkoztunk ilyen kicsit büdösebbel, meg gyümölcsösebbel az amuroknak kedvezni, az be is jött, meg ponty is fölvette. Meg hát próbálkozunk most már mindenféle taktikával, mert most még nagyon leállt. A 19 nevező közül a legfiatalabb átlag életkorú a Koch Valéria iskola központ kollégistáiból verbúválódott csapat volt. A mi csapatunk, itt a Koch Valéria csapata másodjára szerepel ezen a kis versenyen. Élvezzük, szerintünk jövünk jövőre is, és hát tavaly se, meg idén se fogtunk olyan sok halat, de legalább sok kicsit aztán sok kicsi sokra megy. Az elején próbáltunk ilyen kis halakra ilyen spitzbottal horgászni, aztán most 3 ilyen rendes bottal próbáljuk meg itt becserkészni a halakat. Itt a csapatunkban 2 szoktak pecálni, úgy néha napján, aztán 2 mi csak ilyen kis kísérgetők vagyunk. A horgászverseny reggel 7 és dél között zajlott. A korábbi győztes keszői csapat az első kongatásnál már 20 kiló fölötti összfogásnál tartott. 13 kiló 30-as, meg egy 12-60-as amurt, meg van még 3 pontjunk. Taktikát ilyen rövid időre nem lehet semmit kitalálni. Szerencse kérdése az egész. Most ugye hogy állunk, azt nem tudom még. Egy alkalommal nyertünk, tavaly nem sikerült, idén meglátjuk. Azt mondom, hogy jó időjárás, szerencse dolga, ki hol horgászik, mivel horgászik. A Heinek Otto horgász emlékversenyt idén az Egyesület a Magyarországi Német Gyerekekért, azaz a VUK csapata nyerte 33,86 kg-mal. Második lett a keszői csapat 31,84-jel, a harmadik helyen pedig a nemesnádudvariak végeztek 27,11 kg-mal. A legnagyobb halat, vagyis a 13,3 kg-os amurt Zalabai János fogta. A verseny összfogása 112,55 kiló volt. 60 Kinder nahmen dieses Jahr am Deutschen Nationalitäten Tanzcamp des Bonnharder Grenzlein Volkstanzvereins teil. Die Mitglieder der Gruppen Zwerge und Zipfelmütz haben vormittags neue Tänze gelernt, nachmittags Museen besucht und am letzten Tag des Camps einen Ausflug nach Mohács gemacht. Im Turnsaal der Bonnharder Petőfi Sándor Evangelischen Grundschule lernen die Kleinsten, die Mitglieder der Gruppe Zwerge, einen neuen deutschen Tanz. Schon 5. Mal mache ich mit meiner Kollegin Frau Beitler, Erzsébet Ferenc, diesen Sommercamp. Und das wird von Deutscher Selbstverwaltung unterstützt. Wir machen es eine Woche lang. Am Vormittag tanzen wir. Und gestern war Frau Schuster, Anna Schuster, bei uns aus Tagsholm. Aus Tagsholm war sie da und sie hat uns Tänze gelernt. Die Kinder haben den ganzen Tag getanzt und bei uns ist ein dreijähriger Junge und er war sehr, sehr müde. Ja, die Kinder waren gestern müde, aber wir tanzen immer am Vormittag und am Nachmittag haben wir sehr viele Programme. Am Montag haben wir die Kurie, die Perzell-Kurie besucht und dann haben die Kinder Eis bekommen. In der Hitze müssen wir ein bisschen uns kühlen. Und wir besuchen das Museum, das Völtschek-Museum, die Stadtbibliothek. Dort bekommen wir auch Programme, die Kinder können etwas basteln. Und
Wir besuchen das Heimatmuseum hier in Bonnhard und am Freitag haben wir immer, freitags haben wir immer einen ganztägigen Ausflug. Wir fahren jetzt nach Mohács und dort besuchen wir den Buschhof. Ich glaube, das wird ganz, ganz interessant für die Kinder. Das ist nicht so donauschwäbisches Sachen, aber das müssen wir wissen, weil das in Ungarn sehr schön ist. Und am Nachmittag gehen wir in das Heimatmuseum und zeigen den Kindern, wir zeigen den Kindern den Lernpfad. Das wird auch interessant und davon lernen die Kinder sehr, sehr viel. Der Tanzunterricht läuft in deutscher Sprache. Und einige Kinder, zwar ein bisschen aufgeregt, wagen es sogar, Deutsch zu sprechen. Ich bin 6 Jahre alt, komme vom Kindergarten. Ich bin in Kränzleingruppe, ich liebe hier zu sein. Ich bin 8 Jahre alt, ich gehe in die 2. Klasse. Ich tanze hier gern. Kilenc éves vagyok, már 3 éve táncolok. Most szeptemberben megyek a 4. osztályba, és azért szeretek itt lenni, mert itt vannak a barátaim és a tanárom. 9 éves vagyok, és 1 éve táncolok a Kránclány Cipfelmüsz társaságban, és most vagyok először ebbe a táborba, és a Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskolába járok, és tegnap volt nálunk egy tánctanítónő, és tanultunk egy tök új táncot, és tök jó volt. Der Kränzlein Volkstanzverein wurde 1987 gegründet. In 5 Gruppen tanzen beinahe 100 Kinder und Jugendliche. An der Abwicklung des Camps und beim Lernen der Tänze nehmen ältere Tänzer als Helfer teil. Én és a barátnőim 8 éve táncolunk itt a Kránzleinba. Most mi azért vagyunk itt, hogy segítsünk a tanárnéniknek, hogy jobban tudjanak táncolni. Nagyon szeretünk táncolni, mi 8-osok leszünk. Az egyik barátnőm gimnazista már. Wir haben auch Sommerpläne. Wir tanzen auch im Sommer. Deswegen tanzen wir jetzt, weil im Sommer haben wir Auftritte. Die Kinder haben im Börschen und in Zico Auftritte. Und im August werden wir Würzbüschel binden. Wir pflücken auch die Heilpflanzen. Das wird am an einem Sonntag und am Vormittag noch, Sonntagvormittag, werden diese Würzbüschel in der Kirche eingeweiht. Das wird sehr, sehr schön. Und die Kirche ist voll mit Leuten, mit Kindern. Die Messe wird ganz, ganz super schön. Der Kränzlein Volkstanzverein wird im September sein 35. Jubiläum feiern. Im Sommercamp bereiten sich die Kleinen schon auf diese Feier vor. Vielen Dank für Ihre liebe Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.